Hú, uh, a ghost story. Mi a franc voltál te? Minden évben megkapjuk a szokásos mindfuck adagunkat, idén ezt kb. a Twin Peaks szolgáltatta a legjobban, de most itt egy egész estés film David lavery aki szépen átvert mindenkit. Kezdjük azzal, hogy hiába a szellem ez nem egy horror, hanem ízig-vérig művészfilm. Ezzel tisztában voltam, és a sztorit olvasva nagyjából belőttem, hogy mire számíthatok. Jó nagyot tévedtem. Mert mi a történet? Rui Mara és Kési Affleck házastársak. A férfi meghal és egy lepedőbe bugyolált szellemként tér vissza, hogy a felesége mellett lehessen. Egy szép és lassú romantikus drámára számított, hogy az elmúlásról tovább lépésről szól. Igen ám, ez a film első felére igaz is, aztán nagyon más irányba kanyarodunk, és ekkor nyer igazán értelmet az A Ghost Story. Lavery a vétkező szentek után másodszor dolgozott együtt Eflekkel és Marával, aki látta azt a filmet, be tudja lőni a stílus, de kétlem, hogy túl sokan ismernétek, no offense, de tényleg. Pedig barha különleges egy film az is. Akár csak ez. Na, de vissza a ghost story -ra. Egyszerűen annyi dolog van bennem a film után, hogy azt sem tudom, hol kezdjem. A megilletődöttség, melankólia, a sokrétűség, ami a cselekményben rejlik, a téma, elképesztő, tényleg. Lauri olyan művet alkotott, ami akkor válik hatalmas élményé, miután vége lett, miután magadba szálltál, hosszasan elgondolkodtál és felfedezted, hogy mi is volt ez az egész. Sokan nem tudják értékelni ezeket az alkotásokat, mert direkt ingerekre vágynak, de én mindig is díjaztam, amikor rendben, hogy másfél óráig tart a film, és nem különösebben szórakoztató, mert nem egy kommersz alkotás, de sokkal tovább az emberrel van, mint sem a tényleges játékidő tart. Ezt nem lehet szavakkal kifejezni, csak átélni. Pedig aztán nem volt egyszerű menet, főleg a hosszú kitartott snittekkel, vontatottsággal, és főleg az ominózus pitelvős jelenettel, amiben kb. 8 percig néztük, ahogy Runi Mara eszik. És ennyi. Imádom Marát, és bármeddig el tudnám nézni, de egyszerűen sok volt. Pedig rengeteg minden van ebbe a jelenetbe, de egyszerűen sok. És ez a film igazi próbája. Aki kibírja és folytatja, már tudja, hogy mivel számoljon, de még így is felkészítek mindenkit, ki fogja kezdeni néha az idegeket, és kell hozzá egyfajta lelki állapot. Egyfajta nagyon elvont lelki állapot. Mint említettem, a cselekmény első fele szól inkább a gyászról és a tovább lépésről, ez egy lassabb szegmens, aztán történik valami, mara helyett a lepedőben szamogó Eflek lesz a főszereplő, vagyis a szellem teljesen más irányt vesz a film, és a romantikus drámából egy egzisztenciális utazásba csap át, ahol az idő veszi át a hatalmat. Bebújunk mi is a lepedő alá, és úgy érzékeljük az idő múlását, ahogy a túlvilági lény. Hosszú évek telnek el másodpercek alatt, és várunk valamire, csak azt nem tudjuk, hogy mire, közben folyamatosan változik minden, az időjárás, az emberek, a világ. Lauri egyre mélyebbre ás és messzebbre merészkedik, hogy aztán egy egészen furcsa, mégis zseniális csavarral más nézőpontba helyezze a filmet. Itt érkezik az igazi agykúrás, hogy akkor mi is van, hogyan van, de valahogy működik a dolog. A befejezés szintén remek, de azért elmormoltam magamban egy nem már, be szöveget, holott tudtam, hogy szellemünk történetét így kellett lezárni. Egy csomó dologra nem tértem még ki, például magára a lepedős alakra, aki elsőre komikusnak hathat, de valahogy egy másodpercre sem tudtam nevetni rajta. Vagy ott van az érdekes 4-3-as képarány, ami a diafilmeket idézi, nem is beszélve a csodálatos zenéről Daniel Hártól, a Hapsi egy zseni és kész, egyszerűen nem tudom hova dicsérni annyira jó, már a vétkező szentekben is odáig voltam érte, de ott van még a film csúcspontja, amikor a házi buliban egy faszi az élet értelmét ecseteli, többek közt arról, hogy hagyunk-e valami nyomot a világban. Rengeteg apróság van, amit ki lehet emelni, az a Ghost Story pedig az év egyik legösszetettebb és legérzelmesebb alkotása óvaintek mindenkit, aki horrorra vagy lazadrámára vágyik. Lauri víziója egy meditatív, sokszor vontatott és kvázi olykor unalmas történet az első felében, de a képesek vagyunk tényleg bebújni a lepedő alá, és részt venni ebben a furcsán melankolikus utazásban, ami egyszerre vezet múltba és jövőbe, akkor valami nagyon egyedi élménnyel gazdagodunk. A stáblista közben, illetve utána sokáig csak meredtem előre, és tudtam, hogy a látottaknak érnie kell, és időre van szükségem nagyon kevesen fogják értékelni, de az ilyen művek miatt van értelme annak a dolognak, amit úgy hívunk filmművészet. Ez nem egy olyan film, amit azért nézzünk meg, mert jól akarunk szórakozni. Ez egy olyan film, ami nagyon sokáig velünk marad, és ami akkor nyer igazán értelmet, miután vége lett. Erre nagyon sokan nem lesznek vevők, és nagyon sokan utálni fogják, de aki képes rá időt és energiát szánni, és nem lusta ahhoz, hogy felfedezze benne az értékeket, az egy olyan élménnyel fog gaddagodni, ami nagyon ritka van a filmiparban. Én pedig ezt rohadt tudom díjazni, úgyhogy adok is a filmre 80%-ot. Én ennyi lettem volna, tetszett a videó, akkor lájkolj és iratkozz fel. Ha esetleg láttad volna a filmet, akkor írd meg a véleményed kommentben, aztán legközelebb találkozunk. Csácz!